Hát srácok, nem először veszem fel ezt a felvételt, bevallom őszintén, és lehet, hogy ez egy nagyon-nagyon YouTube-os klisének fog hangzani, de sokat gondolkoztam valóban, hogy megcsinálom ezt az egész videót, mert nem tudom, hogy elég érett vagyok ehhez a témához, elég felnőttesen gondolkozok ehhez, vagy alkalmas vagyok erre a témáról beszélgetni, de úgy döntöttem végül, hogy megcsinálom, mint ahogy látjátok, és hát segítem ezzel a magyar YouTube-ot, a nézőket, többi YouTubert, és beszélek én is erről a témáról, hogy terjedjen a hír. Sziasztok srácok, én XP vagyok, Minecraft YouTuber, és nagyon sokan utálnak engem ezen a platformon, és szerencsére nagyon sokan szeretnek is engem, de mint az utálók, mint akik szeretik a tartalmat, szerintem mindenféleképpen egyetértenek abba, hogy főleg kiskorú gyermekek nézik a tartalmaimat, főleg 14, de inkább 12 év alatti kisgyerekek. Amióta YouTube-ozok, 3 éve, én egyszerűen minden lépésemben törekedtem arra, hogy olyan tartalmat állítsak elő, amely a gyermekek számára megfelelő. Szóval nem káromkodunk, nem adunk át olyan tanulságot esetleg, ami rossz hatása lehet a jövőjére, és tényleg igyekeztem úgy videózni, hogy a gyermekek számára az ne legyen káros. Még ha tényleg nem is oktató jellegű minden videóm, vagyis a legtöbb videóm, de ennek ellenére a gyerekek számára szórakoztató és megfelelő szerintem. Rengeteg közönség találkozóra, amikor kimentem, a szülők mondták, hogy éjjel-nappal én szólok a tévébe, a gyereknek a telefonjába, és hogy tényleg köszönik, hogy nem káromkodok és nem károsítom a gyerek fejlődését. Sajnos a magyar YouTube-on másodjára is előfordult egy olyan YouTuber, aki nem így gondolja és nem úgy cselekszik, ahogy én. Biztos sokan gondoljátok, hogy most tényleg a nézettségért csinálom, a pénzért ezt a videót is, a feliratkozásokért, de higgyétek el, most ez tényleg nem erről van szó, és nem is tudom, a hangom is elmegy, egyszerűen nem tudok erről beszélni. Én tényleg próbálok felelősséget vállalni a nézőimért, és úgy cselekedni, hogy nekik jó legyen, és ez a videó elsősorban az ő szüleikhez fog szólni, ugyanis az elmúlt egy-két hétben egy olyan dolog történt a YouTube-on, a magyar YouTube-on ismételten, amire szerintem, mint gyerekeknek tartalomgyártó, felelős vagyok beszélni, és kötelességem beszélni. Nem nagyon akarok a dráma részébe belemenni, mert tényleg ez nem az adott YouTuber ellen fog szólni ez az egész dolog. Én tényleg szívemre teszem a kezemet, én tényleg csak azt szeretném, hogy a szülők most kicsit felkapják a felünket, és észhez térjenek. Természetesen akinek nem ingene vegye magára, ezt ugye remélem kell hozzátenni. Egy-két héttel ezelőtt Manin kolléga feltöltött egy YouTube videót egy másik YouTuberről, ahol azt láthatjuk, hogy az a magyar YouTuber konkrétan a kiskorú lány nézőit vetközteti videócsatba. Egyszerűen nem tudom szebben fogalmazni. Mikor néztem ezeket a felvételeket, tényleg egyszerűen ilyet még nem éreztem. Most nem fogok túlozni, rendesen tényleg srácok hány ingerem volt, nagyon-nagyon rossz volt egyszerűen oda nézni, és egyszerűen csak tekergettem a videót, mert nem tudtam 2 másodpercnél tovább nézni, egyszerűen undorító dolog volt. De ahogy mondtam, ez a videó nem erről fog szólni, az alap koncepciója a drámának igazából ez volt. Akit tényleg érdekelnek ezek a úgymond bizonyítékok, lerakom Mani videóját a leírásba, nyilván ki van pixelezve minden, szóval nehogy azt higgyétek, hogy valami olyan van a YouTube-on, aminek nem kéne lennie. Bárki megnézheti, ha nem hisz nekem. Illetve egy másik magyar YouTuber is azt hiszem már csinált erről a jelenségről, vagy erről az egész dologról a videót. Ne haragudj, nem jut eszembe a neved, de neki is természetesen lent lesz a videója a leírásban, valakit érdekel, hogy talán jobban össze tudja foglalni ezt az egészet, mint én. Lábjegyzetben megjegyezném, hogy srácok, nektek kettőtöknek gratulálok, tényleg büszkék lehettek magatokra, most nem tudok jobban fogalmazni, tényleg szép tőletek, hogy kiálltok az ügy mellett, és respect. Szóval igen, egy YouTuber ismét zaklatja a kiskorú nézőit, már a magyar YouTube-on másodjára, és itt szeretném a kedves szülők figyelmét felhívni, akik hallják most ezt a videót, lehet, hogy anyuka éppen mosogat, apuka éppen szerel, de kérem most jöjjenek ide és hallgassák meg, amit mondok, mert ez fontos, tényleg valóban, és ez most nem egy Minecraftos ökörködős videó, hanem tényleg kérem jöjjenek ide és hallgassanak meg. Nyilván semmi jogom beleszólni a gyereknevelésükbe, és biztos vagyok benne, hogy nagyon jól csinálják, amit csinálnak, de szeretném önöket megkérni, hogy ellenőrizzék azt, hogy a gyermekük mit néz, mit csinál az interneten. Biztos nagyon-nagyon sablonos szövegnek hangzik, mert már biztos több százszor hallották ezt, és úgy gondolják, hogy a gyermekük elég okos ahhoz, hogy ilyeneket ne csináljon, és biztos vagyok benne, hogy tényleg okos a kölykük, de látják, van kivétel, és ismét megtörtént a magyar YouTube-on egy ilyen.
Szóval tényleg, ha nem is napi, nem is heti, de havi szinten csak kérdeznek rá, hogy fiam, mit csináltál ma az interneten, kislányom, mely, milyen videós ez, mit nézel, és figyeljenek oda a gyermekükre, mert tényleg, ez borzasztó egyszerűen. Egy elég béna példával élnék, mint ahogy biciklizéskor felrakják a gyerekre a sisakot, a karvédőt, a térdvédőt, és csak úgy engedik el a barátaival biciklizni. Az online média felületek pontosan ugyanennek kéne lennie, folyamatos figyelésnek, ellenőrzésnek. Én teljes mértékben megértem, hogy a fárasztó munkanapok után nem éppen van erre lehetőség, de valahogy tényleg szakítani kell erre időt, és tényleg figyeljenek a gyermekükre, arra kérem, hogy mit csinálnak. Mert még csak a biciklivel esetleg elesnek, itt az online média felületeken kihasználhatják a gyermeküket, és az egész életüket tönkretehetik, szóval erre figyeljenek oda, kérem. Soha nem voltam az a drámázós youtuber, mindig próbáltam kimaradni a botrányokból, ha esetleg egy-egy rendvideó készült is rólam, mindig tényleg próbáltam pozitívan felfogni, és soha nem készítettem indulatból videót, de egyszerűen nem tudom, mit mondja. Ez a youtuber, aki megcsinálta ezt a szörnyű cselekedetet, már nem az első ilyet, de ez eddig talán a legkomolyabb, biztos vagyok benne, hogy tudja, hogy mit csinált, ahogy ezt Manin is mondta, és bármilyen szomorú is ezt kimondani, sajnos ez az ember beteg. Szóval most ezt tényleg abszolút nem szidásból mondom, abszolút nem rossz indulatból, de beteg. Sajnálatos módon beteg ez az ember. Sajnos ez a betegsége miatt olyan dolgokat csinál, amik egyszerűen törvényellenesek. Nem tudom szebben fogalmazni, ez bűncselekmény sajnos. Szerencsére több oldal már megírta, ami történt, így terjed a hír, így reméljük, hogy egy idő után a hatóságok is fognak valamit tenni, de ahogy mondtam, ennyi szóval én nem szeretnék ezzel többet foglalkozni, én csak még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy szülők, könyörgöm, most és a jövőben is ellenőrizzék azt, hogy gyermekük mit csinál az interneten, és miket néz, kikkel írkál, és minden. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, a szülőknek is köszönöm szépen a figyelmet, további szép napot mindenkinek. Reméljük, hogy ez volt az utolsó ilyen a magyar YouTube-ban, és tényleg mások most már tanulni fognak ezeknek a youtubereknek a hibáiból. Nagyon-nagyon remélem, hogy tényleg ez volt az utolsó dolog azon a YouTube-on, mert rosszul vagyok. És ez nem túlzás. Remélem most az egyszer képes lesz a magyar YouTube közösség összefogni, és félretenni a nézeteltéréseket, és egy jó célért mindent megtenni. Köszönöm szépen a figyelmet, srácok!